február 3-a. A nép Szent Balázs tartotta a gyerekek védőszentjének, aki nem csak tanította, hanem megvédte a betegségektől is őket. A balázsolók sorra járták a házakat, és iskolába hívták a többi gyereket. A balázsolás mellett a Gergely járást is felidézték a Bezerédi Általános Iskola diákjai Moroné Nagykollár Helga tanárnő vezetésével a Vörösmarty utcai tagovodában. Az előadással, amely egy több alkalomból álló programsorozat része, iskolába hívták az óvodásokat. A szakemberek tapasztalata az, hogy ezeknek a találkozásoknak több hozadéka van. Az egyik például az, hogy a magyar kultúra, a hagyományait, népszokásait tovább tudjuk vinni, mert nem elég róla beszélni, hanem a gyerekeket aktívan be is kell vonni, és ahogy láttátok is, nagyon szívesen csinálják. A másik dolog, amit még szeretnék megemlíteni, hogy itt lehetőségünk van arra, hogy mi bejöjjünk az óviba, illetve az óvodások és az óvónénik eljöjjenek az iskolába, és ilyenkor tudunk egy kicsit beszélgetni egymással, tehát a kapcsolattartást is erősítjük. És még amit megemlítenék, hogy tudjuk azt, hogy a kisgyerekeknek elég nagy váltás az óvodából az iskolába lépés, és hogyha egy olyan intézménybe jönnek, aminek már ismerősek a falai, olyan gyerekek közé, akiket már láttak, vagy olyan pedagógusok közé, akik már rájuk mosolyogtak, akkor azt gondolom, hogy ezt a lépést meg tudtuk könnyíteni. A beiskolázás közelettével a gyerekek egyre többet kérdeznek az iskoláról. Érdeklődnek, hogy mit fognak ott csinálni, de kérdéseikben a személyhez kötődés is megjelenik, hiszen éveken át nap mint nap ugyanazok az emberek vették őket körül az óvodában. Legfőképpen érdekes mód a tanítónénik felől érdeklődnek, illetve hogy találkoznak előző évben iskolába került társaikkal. Ez is ugye nagyon érdekli őket, és akkor ugye elmagyarázzuk, hogy csak az udvaron találkoznak, de ezeket az alkalmakat annyira kíváncsian várják már ilyenkor is, amikor elmegyünk a tanítónénikkel az iskolába, akkor lesik az ismerős arcokat. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos ez. És hát szülői elvárás is, hiszen ilyenkor már nagy izgalommal vannak a szülők is, nem csak a gyerekek. Az előadás után áthívták az ovisokat az iskolába, akik beülhettek a padba, írhattak a táblára, találkoztak a többi iskolással és tanítónénikkel. Pénteken a Munkácsi utcai tagovodába is bekopogtatnak a bezerédisek. Az iskolába hívogató sorozatban már tartottak idegen nyelvi bemutatóórákat, angol teadélutánt és családi szombatot, az utolsó állomás a nyílt délután lesz.